Színes cédulák jelzik, hogy melyik fenyőt hova kell szállítani az egyik bajai faiskolából. Fenyőből most még bőven van választék, vágott és földlabdás egyaránt. A legkelendőbb a luc, méterenként 1800 forintos áron, de kapni ezüst és fekete fenyőt és normandot is. Utóbbinak viszont már 6000 forint métere. A többség minden évben ugyanolyan fajtát visz haza. Ezüst fenyőt szoktunk. És milyen magasat, vagy mekkorát? Másfél métereset általában. Eddig a négy gyerek örült neki, most már kiröpültek, most az unokák örülnek neki. A legkisebb az 11 hónapos, 22 éves a nagyobbik. Úgyhogy akkor együtt van az egész család, és akkor közös karácsonyfa díszítés van. Kérdésünkre volt, aki azt válaszolta, hogy egyáltalán nem díszíti fel a lakást, sőt, fenyőfát sem szokott venni. Szerinte ugyanis nem a külsőségekről kellene szólnia az ünnepnek. Az lenne jó, hogy ne erre a két napra korlátozódna a béke meg a szeretet napja, hanem úgy egész évben. Az lenne az igazi, nem? A nőnap is akkor lenne igazi, ha nem csak egy évben egy nap lenne nőnap, hanem egész évben nőnap. Az utóbbi években megnőtt a kereslet a konténeres fák iránt. A 80 cm-estől a 2 méteresekig lehet válogatni ezek közül. A földlabdás fenyő az most egy jó pár év egy felkapott fenyő. Elég sokat adunk el belőle, de viszont annak van egy szabálya a földlabdás fenyőknek a lakásban való tartásánál. Tehát ott öntözni kell a fenyőt, nem szabad sugárzó hőz közel rakni, és amikor viszik ki a fenyőt, nem szabad egyből kitenni, zsilipelni kell a fenyőt. Egy ilyen 10-15 fokos hőmérsékleten kell tartani, és utána későbbiek folyamán ki lehet ültetni. Vágott fából általában pár száz darabot rendelnek a faiskolába, míg földlabdásból 150-200 darabos készlet érkezik, így aki szeretne válogatni, annak nem érdemes az utolsó napokra hagynia a favásárlást.